A mai videóban a hisztamin intoleranciáról lesz szó, természetes módszerekről, amelyek segítenek mérsékelni, vagy akár teljesen megszüntetni a probléma tüneteit. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoár. A hisztamin egy olyan vegyület, amely az immunrendszerünk működésében játszik szerepet, tágítja a kisereket. Egyes ételekben is jelen van. Az emésztőrendszerünkben a DAO enzim felelős a különböző hisztamin vegyületek lebomlásáért, ennek teljes neve a diamin oxidáz enzim. A DAO szintje csökkenhet egyes gyógyszerek hatására, áteresztő bélszindróma következtében, IBS esetén, ha éveken át nem rágjuk meg jól az ételeket, így nem bomlanak le ugye megfelelően a gyomorban, illetve a nagyon magas hisztamin tartalmú ételek hosszú távú fogyasztása miatt is, például ha éveken át napi szinten eszünk konzervételeket. Mivel a hisztamin benne van bizonyos ételekben, ezért ahogy elfogyasztjuk őket, jelentkezhetnek olyan tünetek, mint a fejfájás, a migrén, az orrmelléküregek telítődése, a hasmenés, az asztma, és különböző bőrelváltozások is, mint a bőr elvörösödése vagy a csalánkiütés. Ha elfogyasztasz egy ételt és több is jelentkezik az előbb felsorolt tünetekből, és ez rendszeresen mindig, amikor eszed az adott ételt, nagy eséllyel hisztamin intoleranciád van. A legmagasabb hisztamin tartalmú ételek az erjesztéssel, illetve az érleléssel készült ételek és italok, például az ecetek, a savanyú káposzta, a sajtok, konzervételek és a nem friss húsok, zöldségek, gyümölcsök. Az interneten több helyen is megtalálható a magas, illetve alacsony hisztamin tartalmú ételek listája, érdemes őket kigyűjteni. Az alkohol is komoly hisztamin forrás, tehát a teljes kizárása elengedhetetlen hisztamin intolerancia esetén. A megoldás első lépésében javasolt először is olyan készítményt szedni, amely DAO enzimet tartalmaz, tehát azt az enzimet, amely segít lebontani a hisztamint a testünkben. A DAO enzimet állati veséből vonják ki, a belső szervek, de főként a vese nagy koncentrációban tartalmaz DAO-t. Emiatt tehetünk főételként is belső szerveket, például marhamájat, marhavesét. Magas DAO tartalmú étel egyébként a májas hurka. Vesekivonatot tartalmazó készítményeket itthon nem igazán lehet jelenleg kapni, külföldi oldalakon érdemes keresgélni, a videó leírásába vetettem pár linket. Van DAO tartalmú kapszula külön is, ez is jó, de érdemes vele párhuzamosan a vesekivonatot is szedni, mely természetes DAO-t tartalmaz. Fontos a DAO mellé kvercetint és ételalapú C-vitamint is bevinni. A C-vitamin elengedhetetlen a saját testünk által előállított DAO enzim termelődéséhez, illetve valamennyire gátolni tudja a hisztamin működését is, egy természetes hisztamin ellenes vitaminnak tekinthető. Erre a célra az egyik legjobb gyümölcs a homoktövis, illetve a belőle készült lé, mivel alacsony a hisztamin tartalma és minden C-vitamint, mint kvercetint is tartalmaz. De jó a citromlé is, amiből biót keresünk, vagy frissen facsarjuk a citromot. Jó C-vitamin és kvercetin források még az acerola és a kamukama bogyónak az örleménye, a kapri bogyó, a retek levele, a hagyma, az alma héja, a fodroskel, a karobbor, a kapor és az édeskömény. Pótoljunk cink réznyomelemet, illetve a B12 vitamint is, ha hisztamin intoleranciánk van, mert ugyancsak fontosak a saját testünk által előállított DAO enzim termelődéséhez. A B12 egyébként megtalálható nagyobb mennyiségben a marhaveséből készült készítményekben. A cink csökkenti a hisztamin felszabadulását a hízósejtekből és elősegíti a hisztamin biokémiai lebomlását is. A cinket cinktartalmú készítményekkel érdemes pótolni. A cink az egyik legfontosabb nyomelem az immunrendszerünk számára. Készítettem korábban róla egy videót, keresd rá a keresőben. A harmadik lépésben a regenerálódást segíteni tudja a böjtölés, a nemevés is. Tarts hetente egy vagy akár több 20-24 órás böjtöt, amikor nem eszel semmit 20-24 órán keresztül, maximum vizet iszol. A böjt a leghatékonyabb módszer arra, hogy regeneráljuk a bélrendszert. Minél hosszabb ideig nem eszünk, annál komolyabb mértékben indulnak be a test önjavító funkciói. Csinálhatunk 36-48 órás böjtöket is, ilyenkor másfél-két napon keresztül nem viszünk be semmiféle kalóriát, vagy csak nagyon keveset.
csak olyan folyadékot iszunk, aminek alacsony a szénhidrát tartalma. A gyümölcslevek közül nem tartalmaz hisztamint, és ajánlható a bőjt alatt a gránátalma, fekete áfonya, tőzeg áfonyalé. Készítsünk belőlük friss leveket. A negyedik fontos lépés a hisztamin intolerancia megszüntetéséhez az emésztőrendszer, a gyomor és a belek fokozatos rendbetétele. A különböző étel ellenreakciók, így a hisztamin intolerancia is elsősorban lúgosabb gyomor környezetben alakulnak ki, tehát azáltal, mert a gyomrunk pH értéke nem elég savas, lúgos irányba mozdult el, vagy nagyon kevés a gyomorsavunk. Hisztamin intolerancia esetén a gyomor savasítását leginkább a betain-hidroklorid segítségével tudjuk megtenni, illetve javíthatunk az ételek jobb lebomlásán további emésztőenzimekkel is. Itt ajánlanám figyelmedbe az Enzima Plus készítményt, mely betain-hidrokloridot, emésztőenzimeket és gyógynövénye kivonatokat is tartalmaz, összesen 14 féle hatóanyagot. Ötödiknek bevethetjük az efedrát is, ezt egy mahuang nevű Kínában őshonos növényből nyerik ki, és be van tiltva a forgalmazása, tehát nagy eséllyel csak külföldről lehet beszerezni. Onnan tudhatjuk általában, hogy valami nagyon jó, hogy be van tiltva, azaz a gyógyszeripar betiltatja. Ilyen az efedra is. Az efedra természetes epinefrin vagy másik nevén adrenalin utánzónként tud működni a testünkben. Az adrenalin vagy epinefrin tágító lakhat a tüdőre, segít abban, hogy jobban tudjunk levegőt venni, megnyitja a koszorúereket. Az efedra nagy eséllyel segíthet a hisztamin intolerancia során jelentkező ordulás és a légzési nehézségek megszüntetésében. Ne szedjük magas vérnyomás esetén, illetve terhesség alatt. Hatodiknak pedig nézzük meg, melyik a 7 legjobb gyógynövény hatóanyag, amivel csökkenthetjük a hisztamin intolerancia negatív tüneteit, és elősegíthetjük velük a regenerálódásunkat. Az első a csalángyökér, nagyobb gyógynövényboltokban megtaláljuk, csalángyökér teát készítsünk belőle, és igyük rendszeresen, naponta többször. A következő a fekete retek, cseppek formájában kapható a nagyobb bioboltokban, bio webáruházakban, de nagyobb zöldségesekben magát a növényt is beszerezhetjük. Érdemes a terápia részévé tenni a szőlőmagörleményt is, a benne lévő OPC-k és a resveratrol miatt hisztamin ellenes hatású. A szőlőmagörleményt keverjük el vízben és ígyuk naponta. Jó a piknogenol is, ezt a vegyületet kapszulázott étrendkiegészítő formában vihetjük be, a fenyő kérgéből vonják ki. A gránátalmalében lévő ellaksav is javíthat az állapotunkon, ígyunk gránátalmalevet rendszeresen. Hisztamin intolerancia esetén általában alacsony az E-vitamin és a szelén szint a testünkben, figyeljünk oda a pótlásokra. Az E-vitamin legjobb forrása ebben az esetben a lenmagolaj lehet. A szelént pedig kapszula formában tudjuk bevinni. És végezetül keressünk egy jó minőségű omega-3 készítményt is, nagy dózisban lehet pótolni az omega-3-at ebben az esetben is. Ha érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, oszd meg olyanokkal is, akiket érdekelhet, érint ez a probléma. Jutasd el hozzájuk az információt, kíváncsi vagyok a saját tapasztalataidra is a hisztamin intoleranciával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, mi az, ami esetleg segített neked, mert így másoknak is tudsz segíteni. Ha még nem vagy feliratkozva a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!